Üdvözlök mindenkit a Burgár Falodája következő részében. Pásztor tarhonyát fogunk készíteni. Egy serpenyőbe vagy valamilyen edénybe beletenni a tarhonyát. Szépen megpirítjuk. Már ebben a fázisában tehetünk rá egy kis sót. A csatornán megtalálható a tarhonya elkészítésének módja, ahol több módszert is bemutatok. Ez a tarhonya elkészítés módszer egy kicsit különbözik. Itt nem teszek olajat a tarhonyára, mert a későbbiek során úgyis annyi zsiradékunk lesz, hogy minél kevesebb, annál jobb. Tekintve, hogy most nem használok hozzá olajat, a sót nagyon javaslom, mert a sónak jobb hő átadó képessége, sokkal gyorsabban fog megpirulni a tarhonyánk. Mikor szépen megpirult a tarhonyánk, természetesen ennél sokkal jobban is meg lehet pirítani, de ebben az esetben én jobban szeretem, hogy a tarhonyánk egységes színű, sokkal jobban fog kinézni a végén. Ezt most félre rakjuk. Jöhet a lábosunk, amiben beletesszük a szalonnát. Szépen kiolvasztjuk. Mikor a szalonnánk félig kiolvadt, rátesszük a kolbászt. Én ezt a kis méretű kolbászt használom, de sokkal jobban fog kinézni a végén, mint a normál kolbásszal. Természetesen normál kolbásszal ugyanúgy elkészítettük, ez csupán egy ilyen személyes hóbort. Mikor a kolbászunk és a szalonnánk szépen kiengedte a szaftját, eldönthetjük, hogy most leszűrjük-e, hogy ne legyen rajta ennyi zsiradék. De tekintve, hogy mennyire sok zöldséget fogunk berakni, én nem javaslom. Jöhet bele a paprika. Hagymával is kezdhettük volna, de azt szeretném, hogy a paprika teljesen szétfőjön, ezért a paprikával kezdem. Illetve ebben a fázisában teszünk rá fűszereket. Fekete borsot, kömény magot és minimális sót. Lassan főzzük, mikor a paprikánk szépen elkezd összeesni, beletesszük a vörös hagymát. Én a pásztortarhonyát nagyon gazdagon szoktam elkészíteni. Hiszen egy tál ételről beszélünk, és minél gazdagabb, annál finomabb. Mikor a hagymánk is egy kicsit összeesett, szóval ebben a fázisában lejjebb veszük a tüzet, és beleteszünk némi piros paprikát. Majd szinte azonnal mehet bele a paradicsom. Ezt kellően le fogja hűteni, nem fog odaégni az ételünk. Sőt, ha szeretnénk, ekkor egy minimális vizet is tehetünk hozzá. Márki kérdezné, most is a burgonya áztató levét használom. Amikor elkezd egy kicsit összeesni a paradicsomunk, beletesszük a fokhagymát. Nyugodtan lehet, ilyen nagyobb darab úgyis szét fog főni. Ha úgy éreznénk, hogy kell rá még egy kis víz, tegyünk rá. Mondhatni, pörkölt alapot készítünk, inkább lecsós lesz, nincsen pörkölt. Mikor szépen összeesett mindenünk, mehet bele a tarhonya. Ezt most így elkeverjük, de hát nyilvánvalóan ez így nem lesz tökéletes, hiszen meg kell puhulni a tarhonyának. De egy kicsit hagyjuk ebben a lében, majd öntünk hozzá vizet. Mindenféleképpen kóstoljuk meg, mert a tarhonyának finom alapba kell kerülnie. Akkor egy kicsit volt benne a tarhonya, hozzáöntjük a vizet. Annyit, hogy épp hogy ellepje. És innentől kezdve lehet nyugodtan nagy gázzal csinálni az egészet. Lefőzzük a levét, megnézzük, hogy milyen a tarhonya. Ha nem elég puha, újra fölöntjük, újra lefőzzük. És ezt fogjuk csinálni addig, amíg a tarhonyánk teljesen meg nem puhul. Jogos a kérdés, hogy a burgonyát mikor szeretnénk beletenni, de miután a tarhonyánk úgyse fog szétfőni az alatt az 5 perc alatt, amíg a burgonya megfő, így van időnk. Amikor a tarhonyánk így megszívta magát, mindenféleképpen kóstoljuk meg, hogy puha-e. Hogyha nem, akkor öntsünk még hozzá egy kis vizet, de ne lepje el teljesen, csak egy kicsit. Mert a burgonyából is fog belekerülni víz, és azért túlzottan szaftosan nem szeretnénk az ételt, legalábbis én nem. Legyen szaftos, de ne túl szaftos. Kiválóan feldobja az ízeket egy kis zellerzöld. Nagyon kevéskét szoktam beletenni, mert éppen hogy csak egy kis pikáns ízt ad majd neki. Egyébként már ez száraz, de én általam készített házi száraz zellerzöld. Természetesen lehet beletenni petrezselymet is esetleg. Olyan sok lehetőség van. Lehet beletenni majorannát, fehérbort, rozmaringot, bár azt annyira nem javaslom, de aki azt szereti, azt is tehet bele. Elkészítési lehetőségek iszonyat mennyiségű tárháza van. Például lehet beletenni gombát is. Mikor a tarhonyánk megfőtt, beletesszük a burgonyát.
nem kell sajnálni belőle. Szépen elkevergetjük, hagyjuk egy minimálisan pirulni, majd öntünk rá vizet, de már ebben a fázisában mindenféleképpen kóstoljuk meg, és akkor tegyünk bele sót, mert a burgonyánk egyszerűen el fogja szívni a sót. Rottyant egyet, teszünk bele vizet. Annyit, hogy pont ellepje, vagy kevesebbet, ez mindenkinek a saját szívügye, de még a tarhonyánk is fog magába szívni vizet, meg hogy el is fog párologni, úgyhogy javaslom, hogy nagyjából ennyit öntsünk rá. Többször keverjük át, hiszen könnyedén odaéghet. Amikor mindenünk puha, tulajdonképpen készen vagyunk. Én nagyjából ilyen állapotában szeretem, természetesen el lehet jobban főzni a levét, vagy még többet hozzátenni, mindenki ízlése szerint készítse. Aki úgy gondolja, Patreonon tud engem támogatni, hogy újabb videók készülhessenek. Köszönöm szépen, a viszontlátásra!